A több mint 30 éves testvérvárosi kapcsolat jegyében újra hajdúszoboszlói színpadon táncoltak az erdélyi Dicsőszentmárton kökényes néptánc együttesének kiváló táncosai. A nagy kökényes erdélyi néptáncokból hozott ízelítőt szeptember 15-ére a Bor és Gasztro Fesztivál közönségének. A fiatalok ebben az évben is a hajdúszoboszlói önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően a Bethlen Gábor alap támogatásával látogathattak el Hajdúszoboszlóra, ahol újra nagy sikert arattak Varró Huba művészeti vezető, koreográfus tanítványai. Kitűnő tánc és ének tudásukat, a népi kultúra iránti elkötelezettségüket villantották meg a kökényes néptánc együttes tagjai szeptember 15-én a három napos Bor és Gasztro Fesztivál megnyitójához kapcsolódva. A Hungaroszpán nagy színpad előtt majd a színpadon ropták az erdélyi országból hozott táncokat Dicsőszentmárton tárneveni fiataljai. A csoport a Bethlen Gábor alaptámogatásának köszönhetően érkezhetett meg a fürdővárosba. Köszönjük szépen a meghívást, köszönjük az itt létünket, a gyerekek nevében is, hisz valahányszor itt vannak, annyiszor úgy feltöltődnek azzal a légkörrel, ami itt fogadja őket, meg minket, ahányszor jövünk mindannyiunkat. Hát éljük életünket, dolgozunk, fejlesztjük a csapatot, most iskola kezdés van, megkezdődött, úgyhogy megkezdődtek az oktatás órák is. A nyáron ugyanitt Hajdúszoboszlón voltak tánctáborban, úgyhogy teljes gőzzel haladunk előre, remélhetőleg bővülni fog a csapat, hisz ugye a járvány idején megcsappant, viszont reméljük, hogy az elkövetkezendőkben jön az új generáció, és feltöltődik újra a létszám, és meghaladjuk a százat. Milyen fejlesztéseket sikerült elérnetek az elmúlt időszakban, és hogyan? A túlélést azt a Bethlen Gábor alap biztosította, meg a Csóri alapból kaptunk támogatást, és nem keveset, úgyhogy ezúttal is meg szeretném köszönni ezt, hisz nagy segítség volt, ugye nehéz idők alatt a minden támogatás, ami infrastruktúrát jelentett, ami fenntartást jelent, ami működést jelent, meg nem utolsó sorban a ruházatot, hisz mindenre, ahányszor pályáztunk, valahányszor kaptunk támogatást. 2002-ben született meg az ötlet, majd kezdte szárnyát bontogatni a 2005 óta működő kökényes néptánc együttes. Az akkori célok most is aktuálisak. A célok akkor, hogyha visszagondolok, nagyon aprók voltak. Menteni kellett, illetve ez folytatódik ez a gondolat, a magyar kultúrát, a népi kultúrát főleg, ami a sajátunk és a mi sajátosságainkat. Erre szerettük volna akkor nevelni a gyerekeket, illetve felébreszteni bennük, hogy ők magyarok, és a magyarság tudatot megalapozni egész kiskorukban már, szinte 20 éve már ez folytatódik, és mai napig is ez a fő cél, de ugyanakkor fejleszteni a mozgásukat, ugye hát növekednek, tehát a gyerek nő, és a tánc az, ami arányosan fejleszti, vagy fejlesztheti a testüket, de ugyanakkor a csapatszellem fejlődik, ugyanakkor személyiségük fejlődik, ugyanakkor a megnyilvánulásuk, meg az önbizalmuk. Hát mindezt így összepakolva a néptánc kultúra és a néptánc iránti, népművészet iránti szeretetet, ugye ezt kimagaslan, célirányosan beléjük neveljük, és próbáljuk oktatni és nevelni is egyúttal ezeket a gyerekeket, hisz ők azok, akik a jövőben talán tovább tudják vinni, ez persze, hogyha ők maguk is alkalmat és célokat tűznek ki erre irányulva.
szeretettel köszöntöm én is a Hajdúszoboszló testvértelepülést. Hát a Nagykökényessel, a jelenlegi Nagykökényessel érkeztünk, Táncok Erdélyországból című műsorunkkal, Györgyfalvi táncokat, énekeket, illetve magyar palackai táncokat és énekeket hallhatott és láthatott a közönség. Miért éppen ezzel az összeállítással jöttetek? Úgy gondolom, hogy bármivel jöhettünk volna, viszont most erre esett a sor, ezt a kettőt hoztuk el, de hát természetesen hozhattunk volna Vajda Szent Ivány, Kiskükülőmente, bármilyen más tájegységnek a táncait a környékünkből, de most ezt a kettőt hoztuk el. Én úgy gondoltam, hogy ez a kettő is olyannyira szép tánc, mind a kettő, és az énekek is olyannyira gyönyörűek, hogy a közönséget ezzel megőrvendeztessük. A Kiskökényes, tehát az előző Nagykökényes örökébe lépett, van-e utánpótlás? Természetesen, jelenleg még két korcsoport van otthon, amelyik pont ma próbált a kollégáimmal, az oktató kollégáimmal. Van egy ilyen 5-10 éves korcsoportunk, illetve egy 10-14 éves korcsoportunk, akik otthon kőkeményen dolgoznak, hogy a nyomdokaikba lépjenek azoknak, akik itt voltak ma. Ugyanolyan kemények próbák, mint amilyenek én láttam, amikor ott jártam nálatok? Természetesen. Ebből nem szabad engedjünk, hisz, ahogy szokták mondani, a próba tükrözi az előadást. És hogyha ebből lennébb engedünk, akkor gyengébb lesz az előadás. Ezt meg nem engedhetjük meg magunknak. Egy szál gitárral egy nagy színpadon. Dorogi Péternek ez rendkívül inspiráló. Ilyenkor teljesen szabadnak érzi magát. Megszűnnek azok a kötöttségek, melyek egy nagy zenekari produkcióhoz társulnak. A Kistehén tánczenekar alapítója, gitárosa, majd az Intim Torna illegál frontembere Hajdúszoboszlóra hazajön. Így volt ez szeptember 16-án is, amikor a koncert minden pillanatát élvezve önfelett perceket szerzett a közönségnek. Egymás által ütve, italokat küldve, múltját sem sejtő, kék ruhás nőknek maradj otthon, nézzét tévét, tök sötét vonatokat mutat minden, csatorna mennek, utas nincsen sem. Rögtön az elején, a Csillag és Fecske után kaptunk egy bordalt. Iszom a bort, énekelte.
Bár Kollár Klemenc Lászlótól elváltak útjaik, a zenésztárs szerzeményei közül a nagy sikerű Bordal beleillett az estébe. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül az álmat. Igen, nagyon jó koncert volt, nagyon jól éreztem magamat, és a közönség az fantasztikus volt. Ilyenkor elég sok mindent összeválogatsz, és egyedül vagy, ez mennyire inspiráló? Nagyon-nagyon inspirál. Azt szeretem benne, hogy teljesen szabad, és hogy nincsenek ezek a kötöttségek, ami egy nagyobb produkció alatt vannak, például nem kell különösebb ilyen fényeket, meg ilyen videóizéket használni, sem a falon, se semmi, nem kell alkalmazkodnom senkihez. Egy dologhoz kell alkalmazkodnom, a pillanatnyi helyzethez, a hangulathoz és a közönséghez. És ez azért inspiráló, mert igazából a dalaimat tudom, és hogyha úgy jön ki a hangulat és a közönség vevőre, akkor olyan dalokat is előszedek, amik nagyon régek, és nem is játszottam meg őket, és nem is gyakoroltam őket. Ma is volt ilyen. Nem csak a dalaidat tudod, mások dalait is tudod. Ja, igen. Nyilván a Kollár Klemenc Lacival 8 évig játszottam együtt, és ezért nagyon szeretem az ő munkásságát és a dalokat, amiket ír. És a korai időszakomban nagyon sokat inspiráltak az ő szövege és az együttzenélések. Úgyhogy ezt főleg ilyenkor, amikor egyedül játszom, akkor nagyon szeretem ezeket újra átélni. Dorogi Peti családi kapcsolatai miatt kötődik ehhez a vidékhez, kisgyermekként Hajdúszoboszlón is élt, otthon érzi magát. Ha itt zenél és a játékát a közönség soraiban, meg a színpad közelében most is hallgatták családjának itt élő tagjai. Igen, a Debrecenben születtem és és Hajdúszoboszlón is laktunk, és a családom gyakorlatilag összes tagja az Debrecen, Eves és Hajdúszoboszló viszonylatban él. Egyedül én származtam el a Balatonra a szüleim révén, amit nagyon köszönök nekik, mert nagyon jól éreztem magamat ott, és így gyakorlatilag így nem csak egy világot, hanem kettőt is megismerhettem, úgyhogy bennem így ez a Balaton, a Balaton szárszó, József Attila Balaton szárszója, és ez a Debrecen, Eves, Hajdúszoboszló egyensúlyban él. Na szóval azt árulta el, hogy ma már játszottál egy helyen, tehát hogy azért egy elég zsúfolt napod volt. Igen, tegnap este Nyírbátorban játszottam, ma táján, és most pedig itt Hajdúszoboszlón, úgyhogy ez méltó befejezése volt a hétvégének. Azt hiszem, hogy ma már több bulit nem vállalok. Bő 20 év zenekari játék után váltott, de nem marad véglegesen kettesben a gitárjával. Jövőre újra összeáll, az Intim Torna Illegál. Azt, hogy egyedül járok, ezt erre a tavaly és erre az évre szántam, az azért volt számomra fontos, mert lelkileg szerettem volna egy kicsit kijönni ebből a 21 éven keresztüli nagyszínpados, nagyprodukciós életből. És szerettem volna kicsit közelebb kerülni a közönséghez, akikhez 20 éve zenéltem, de ott nem sikerült közel kerülni. Egyszerűen csak azért, mert egy nagy produkcióval utazunk állandóan, és ott nincs arra lehetőség, hogy az ember így nagyon szemtől szembe közelről átélje azt, hogy van közönsége. És ez egyébként másnak is probléma, de hogy én ezt így próbáltam így áthidalni ezzel az egy szál gitáros előadással. De hogy jövőre nagy zenekaros koncert lesz megint, és úgy tervezem, hogy a 2024-es év, hát január 1-től már turnézni fogunk, vagy turnézni fogok az zenekarommal, aminek a neve az, hogy Intim Torna Illegál. Legismertebb dalait van, akinek nem sikerül megfejtenie a mai napig, de a szövegét így is mindenki fújja. Megvan rá az esély, hogy a közeljövőben új dorogi dalok strófáit gyakoroljuk. Most is írok dalokat, most lezárult ez a nyári szezon, még megvárom az október 1-jét, és akkor kezdem el feldolgozni azokat a szerzeményeket, amiket már megírtam mostanában. Úgyhogy gyakorlatilag minden reggel felkelek, és úgy tűnik, hogy így az elmúlt 1-2 hétben minden nap tudtam írni egy új dalt. Úgyhogy én már nem reménykedem abban, hogy új dal fog majd a közönség elé kerülni, hanem pontosan tudom. Már csak azt kell eldöntenem, hogy milyen sorrendben jöjjenek ki a dalok. És itt a mai estében melyik volt a legújabb egyébként, és melyik a legrégebbi, ezt így rögtön össze tudod rakni? Nem tudom. Sajnos nem emlékszem pontosan, hogy miket játszottam, mert az igaz, hogy van egy listám, amiből
néha így választok, de ez ebbe 15 szám van összesen leírva, és ma is játszottam 22-t, tehát igazából nem nagyon emlékszem. Olyan vagyok, mint egy ilyen kungfu harcos, aki a harc után nem emlékszik, hogy hogyan győzte le az ellenfelét, csak azt tudja, hogy felemelték a kezét és győzött, úgyhogy ez ennyi. És mi volt a mai estének a legflóbb érzése? Én azt gondolom, hogy most felmentem a színpadra, és végig egyben volt a közönség velem. Úgyhogy szerintem ez most egy ilyen áldott állapot volt, ez azért ritka. Ez ritka, hogy ennyire a nulladik perctől a 90. percig, mint egy jó... Ja, ez most csak 60 perc volt, elnézést! 60 percen keresztül egybe legyen a közönség így az előadóval, ez ritka, mert általában úgy szokott lenni, hogy így felépül egy koncert. Tehát az elején olyan lagymatag, és aztán közepén erős, és a legvégén a legnagyobb slágerekkel, de ez most így az elejétől végig nagyon jó volt. A koncert után elvárható szelfizések ezen az estén váratlan fordulatot vettek, mert a backstage közelében hirtelen felbukkant egy lánybúcsús csapat. Húztam zsákba macskából, és annyi lenne a feladat, hogy valami nagyon helyes fiúnak meg kellene itatnia engem egy pohárból, pálinkával. És ennek Dorogi Petinek kéne lenni? Igen, neki kéne lenni. Most ezt így kiválasztottam, szerintem egy elég nehéz feladatot választottam, de szerintem ezen múlik a házasságom sikere. Petén nem múlott a dolog, humorérzéke pedig átlendítette Nikit is kezdeti aggodalmán, akinek ezen biztos nem múlik a házassága sikere. Csak lazán. Csak lazán, jól van. Ez már megvan szerintem. És akkor a számba kéne önteni ezt a dolgot. Nem mellé, mert az előző fiatal ember mellé öntötte. Lehet a taps, egy. Szállunk a vízbe, és ahogy az arcunk összeér benne, aranyban ég a vízpart, ez az emlék örökké tart. Remek zárása volt az idei Bor és Gasztro Fesztiválnak a Férfi Tanerő Rockband koncertje. Két hónappal ezelőtt a bizonyítvány bulira állt össze a kizárólag helyi pedagógusokból álló zenekar, bizonyítva, hogy a rock örök és kortalan. Az inspirációt a rock zene szeretete és a korábbi akusztikus együttzenélések élménye jelentette. Bár külön-külön valamennyi zenekari tagnak húzós zenei előélete van, de friss formációként most léptek harmadszor a diákok elé. Most pedig a színpadra hívom a doboknál Szatmári Gábor tanárurat, a helyi gimiből. A szólógitár énekes Török Péter tanárbácsit, a Bárdos Hügyes népszerű énektanárát. A basszusgitár éneknél a fáradhatatlan Nagy Bálint, a Tököli tanító bácsia. És természetesen a zenekarvezető, ritmusgitáros énekes Balé István tanár úr, a Hügyes gimiből. Következik az örökzöld magyar rockszámokkal a tankerület óperencián inneni legjobb zenekara, a Férfi Tanerő Rockband. Több száz diák és szülő köszöntötte hatalmas tapssal és ovációval a Férfi Tanerő Rockband tagjait a Bor és Gasztro Fesztiválon szeptember 17-én. Semmi sem fontosabb a szenvedélynél. Nem számít, mit csinálsz az életedben, azt szenvedéllyel tedd, mondta egyszer John Bon Jovi. Így gondolják a helyi tanárbácsik is, vagyis a Férfi Tanerő Rockband tagjai. Ahogy a koncerten is tapasztalható volt, ők mindenképpen szenvedéllyel zenélnek.
Hát ajánlottuk nekik, hogy jöjjenek a saját érdekükben, különben holnap Chicago lesz. Plusz 5-ösbe kerül ilyenkor a naplóba? Sőt, benne van a felkonfba, hogy kapnak 5-ös, de nem tőlünk, hanem más tanároktól. Milyen volt a nyaratok, hiszen először még a bizonyítványbulin találkozhattunk egymással, azóta egy kis idő már eltelt. Igen, de szerencsére egy párszor sikerült azért a nyáron is összejönnünk, próbálgattunk egyet-kettőt, kicsit bővítettük a repertoárt is, úgyhogy reméljük, hogy jól fog szólni. Nem csak a diákoknak, de nektek is kezdetét vette a 2023-24-es tanév. Milyen újra visszatérni nektek is az iskolapadba? Most elég sok változás előtt, mögött, közben vagyunk, de nagyon lelkesek vagyunk, töretlenül. Így is tudjátok az órák mellett a próbákat összeegyeztetni? Igyekszünk mindenképpen fix időpontot kitalálni, ugye nem egyszerű a dolog, mert ugye a terem is elfoglalt, közeledik a szalagtűző, ugye a táncosokkal is tele van az iskola, de mindenképpen úgy csináljuk, hogy beleférjen. Új dalok is készültek ez idő alatt? Hát az elmúlt vakáció emlékére az azok a boldog szép napok, mint nosztalgikus dal, természetesen a repertoár része lesz, de lesznek régi dalok és új meglepetések is. Már a bizonyítványbulin is láthattuk, hogy a diákaitok azért rajongtak értetek. Milyen itt, amikor az iskolában találkoztok a pad, ők a padban, ti a táblánál? Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen szituáció volt, hiszen az ember az élete során sok hasonló helyzetben kerül, egy kézilabda meccsen, másnap meg az iskolában. Tudni kell elvonatkoztatni tőle, én azt gondolom. Ez itt egy dolog, az egy más dolog. Mindenki egyet ért ezzel? Nekik azért könnyebb, mert ők középiskolásokat tanítanak meg nagyokat. Nekem a kicsik az általános iskolában volt olyan, hogy megjött az elsős gyerek, meglátott a lépcsőn, megállt és azt kiáltotta, Bigyóka! Úgyhogy most már van, aki azért FTRB koncertre is jár, úgyhogy reméljük, hogy a rockos alapozást is megkapják. Egyébként nekem jó, mert hogy én énekzenét tanítok, és hogy legalább azt látják, hogy nem vagyok ilyen kocka. Tehát, hogy én se csak Beethovent hallgatok otthon, ez ilyen szempontból jó hatással van a diákokra, főleg a nagyokra. Mit üzenétek a diákoknak? Tanuljatok. Igen, holnap esi óra. Rock and roll. Így van, metal. Délután,
Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!